Köszöntöm rába közi televízió nézőit! Mai műsorunkban beszélgetést láthatnak Széles Imrével, a Téti Kisfaludy Károly Általános Iskola igazgatójával. A tanintézmény vezetője elmondta, a nyár folyamán sikerült az épület utúrát rendbe tenni, illetve fontos célként fogalmazták meg, hogy a téti diákok téten járjanak iskolába. Igazgató úr, hát néhány nappal ezelőtt elindult a 2016-2017-es tanév. Először röviden a nyárról, történt-e valamilyen változás az intézménybe, sikerült-e valamilyen felújítást elvégezni, tisztasági meszelést, ami ilyenkor szokásos? Hát igen, hamar eltelt a nyári szünet, de ezek a hónapok az iskolánk életében nem teltek el olyan munkálatok nélkül, ami a most előttünk álló 2016-2017-es tanévnek a sikeres indítását, lebonyolítását feltételeznék. Örömmel nyugtáztuk, és számolhatok be arról, hogy a működtető önkormányzatunk, Tétváros önkormányzata, a kisiskola, illetve hát most már mondhatjuk azt, hogy az épület udvara, a belső udvarát térbulkolottal fette le. Ez nagyon-nagyon komoly beruházás. De itt vannak a gyerekek, látjuk, hogy mennyire fontos volt, hogy ez elkészüljön, esztétikailag is öröm kimenni az udvarra, illetve vezetőként, pedagógusként pedig most örömmel nyugtázom, hogy a baleset veszély, ami eddig a felszakadozott, egy kicsit murvázott, köves, gyökerek kiálltak, ez megszűnt, és tényleg nagyon-nagyon hálásak vagyunk az önkormányzatnak, hogy ezt a nem kis beruházást ebbe az évbe így elvégezte. Azt is el kell mondani, hogy ez azért nem volt egy könnyű művelet, mert időközben azért az is felszínre került, hogy a csatornázásra, a felújítására is szükség van is az udvaron, tehát ezzel indult a munka, a komoly munka is, egész nyári szünetben kitartott, de amire jöttek a gyerekek, arra elkészült, és ha most kinézünk, akkor azt látjuk, hogy tényleg önfeledten futkozhatnak a gyerekek. Emellett még azt is el kell mondani, tehát az önkormányzatról beszéltem, így azért ebbe az évbe, ez a múltan évre visszanézek, hogy egy külső, amiről már beszéltünk, a szigetelés, az esztétikai megjelenése az iskolának, kiegészülve ezzel az udvarba a beruházással, ez nagyon-nagyon komoly, és hálásak vagyunk érte. Azt is el kell mondani, hogy itt a technikai dolgozóink, a gondnokunk segítségével elvégezték azokat a takarítási, karbatartási munkálatokat, gondolok a vizes blokkra, az osztályokban minden függönynek a kimosása, a felújítása, ablakok tisztítása, minden ilyen megtörtént. És ami még egy kicsit pluszként szerintem a gyerekek mindennapjait is befolyásolja, hogy a tankerületnek jóvoltából pedig új iskolai tanulói padokhoz, kettő tanári asztalhoz, illetve új székekhez is jutott az iskola. Ezeket is már beraktuk az osztályokba, és örömmel láttam most ezekben a napokban, hogy a gyerekek örülnek neki, és jó bemenni, hogy egységes új bútorok fogadják a tanulóinkat. Szeptember 1-én nyitották meg az új tanévet. Hát gondolom a beszédjében utalt arra is, hogy milyen változások történnek, mire hívta fel a figyelmet. Tióhéjban mi az, amit az új év, az új tanév jelent akár a diákok, vagy akár a pedagógusok életében? Hát ha ezt két oldalról közelítjük meg, akkor lehet azt mondani, hogy a beszédemben kevés olyan területet érintettem, itt inkább egy kicsit az ünnepélyesség volt, illetve a tanulóknak a figyelmének a felhívása, hogy mi az, amit az előttünk álló 182 tanítási napba egymástól várhatunk. Természetesen feladatot jelent ez nem csak a tanulónak, a pedagógusnak is. Ami változások, ami a tanulókat érinti, hát a közbeszédben az elmúlt időszakban sokszor elhangzott a tanulóknak a terhelése. Ezen a területen két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, ami már most szeptember 1-től elindult, az első-második osztályosoknak 30 perces tanóra. Többen beszéltünk, hogy na most akkor 45 percből, akkor most hogy fog ez a 30 perc, ami konkrétan a tanulásra, a tananyag elsajátítására fordítandó, és az a negyed óra az, amelyik a tanítónéniknek, úgymond az a szabad kapacitása, hogy az adott időszakban, az adott tanulócsoportra éppen akkor egy kicsit játékosabb, más jellegű feladatszervezéssel éppen a tanulók igényeihez igazítják. Ez is sok helyen elhangzott, és én is csak ezt meg tudom erősíteni, hogy a pedagógusok az elmúlt időszakban is hasonlóan szervezték itt a bevezető szakaszban az első-második osztályosokat, csak ez jó érzés, hogy most már tudjuk, hogyha a munkájukat így végzik, akkor nem ütköznek semmibe, hanem nyugodtan ezzel a szabadságukkal, szakmai felkészültségükkel élhetnek. A tanulói oldalról egy ilyen változás indult.
ami szerintem most egy kicsit egy új és lényeges. Pedagógusok oldaláról az is hát már kézzel fogható a mi életünkben is, hogy átalakul az állami intézmény fenntartó szervezet. Ez az átalakulás megindult. Ennek eredményeképpen nyáron a téti tankerület a működését beszüntette, befejezte. Az intézményünk is minden fenntartói feladattal a győri tankerülethez került, majd pedig január 1-től fejeződik be ez az átalakítás. Ha itt most lehetőséget kaptam, azt szeretném megragadni, és ha már a tanévnyitóra egy kicsit tetszett utalni, hogy az elmúlt 2,5 évben, amit a téti tankerület az iskoláért tett, Horváth Lajos tankerület igazgató úr, illetve minden munkatársa, most név szerint nem sorolom fel őket, rengeteg olyan pozitív támogatást kapott az iskola, akár csak amióta itt vagyok az elmúlt évben, de előtte is, hát kézzel fogható, ha másra nem, csak éppen az egyik legnagyobbra, hogy az új épület szárnyabiba az alsó tagozat költözött, az a tankerületnek a komoly közreműködésével valósult meg, és ebben a 2,5 évben munkatársakkal is nagyon együttműködően, konstruktívan dolgoztunk az iskolának az előmenetelért, és ezért mindegyiküknek hálás köszönettel tartozunk így a képernyőn keresztül is. Reményeink szerint ez a változás, ez azokat a bizonyos problémákat, hiányosságokat hosszú távon majd orvosolni fogja, és reményeink szerint rövidesen mi is beletanulunk ebbe a működési rendbe, megismerjük a győri munkatársakat, sokat közülünk már most is ismerünk, és zökkenőmentes lesz ez az átmenet, és ténylegesen, amiért ez az átalakítás indult, ez meghozza majd azokat az eredményeket. Ez a két lényeges változás. Annyit azért szeretnék mondani, hogy pár személyügyi változás is történt a tantestületben. Van, ami örömteli, van, ami kevésbé örömteli. Örömteli, hogy kolléganőnk Takács Vera gyógypedagógus gyermekáldás előtt áll, és az orvosi tanácsról már nem kezdi ezt az évet. Barsi Adrián kolléganőnk sajnos elköltözött családi okokból, ő gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus volt. Azt viszont örömmel jelentem, hogy egy téti pályakezdő tanítónénit sikerült az intézménybe felvenni Lampert Tamara személyébe. Több szempontból is fontos a Tamara. Egyrészt, hogy az elmúlt években akár Cifrik Saroltára vagy Kapujné Évára gondolok, ők nyugdíjasok lettek, elérték azt a kort, és hogy most újra egy téti, egy helyi kötődésű pedagógus tudott a tantestület munkájába bekapcsolódni. Ez számomra egy érzelmileg is egy fontos. Mellett a Tamara teljesen nem új, mert hát a mazsorettes csoportnak, ami azért itt a városunkban egy komoly hagyományokra épül, már eddig is oktatója, képzett oktatója volt, és most így már, mint a tantestületnek teljes értékű tagja tudja a munkáját tovább folytatni. Korábban is már beszélgettünk Tét sajátos helyzetéről. Ez a két város, nagyvárosok között, tehát Pápa és György között található 4000 lakos körülbelül. Itt vagy ide, vagy oda mentek a gyerekek, ugye ez időközben, hála Istennek, megváltozott, de mi az, ami a legfontosabb most talán ebbe a tanévbe kihívásként? Hát ő nagyon jól fogalmazza meg. Hát ez, amire a tavalyi évben is volt, és hasonlóan pár gondolatot erről én megosztottam itt a tisztelt nézőkkel, hogy ez egy kihívás, hogy a téti iskolába járjanak a téti illetőségű tanulók. Ezt örömmel konstatáltam, és egész nyáron figyeltem, illetve azért a pedagógus kollégákkal erről értekeztünk, hogy milyen mozgás várható. Hogy az, amiről már beszéltünk, hogy a felsőbe a tanulóink itt maradnak az intézménybe, vagy pedig amit itt a Győr vonzása, földrajzi közelsége, és bizonyos esetekben talán egy más szakmai lehetőség, ami zárójelben mondom, Tét is legalább olyan jó, mint a győri lehetőségek, hogy ezen a területen tudunk előmozdulni. Ha most a konkrét számokat nézem, az elment tanulók, illetve a beiratott tanulók, akkor ilyen téren nagyon-nagyon komoly ez az elmozdulás, mert elenyésző, aki elment ebből az egy évfolyamból, a két osztályból, két főről van szó, de ők érthető okokból mentek el, és a beiratott 35 elsősünk,
illetve a kiment 8. osztály különbözete most igen emelkedett az iskolánknak a létszáma. Mi a fő feladat? A fő feladat, hogy ez, ami most egy röpke kis időszakra erre az egy évre pozitívumként felhozható, ez hosszú távon is megmaradjon. Azt mondtam mondani, hogy egy kis elmozdulás volt, az, hogy ez egy egészséges folyamattá váljon, hát ezért rengeteget kell tenni. Most mit teszünk ezért? Nagyon-nagyon az elmúlt évben, és az évzárásokja is, hogy itt a tantestületben egy elég komoly ütköztetése volt ennek a tématerületnek, hogy hogy látjuk, mik azok a beavatkozási lehetőségek, és szerintem most már lassan mindenki érzi, hogy a saját területén egy olyan munkával és egy olyan emberi tartással, egy emberi viszonyulással, akár tanuló, akár szülői oldalról ezt meg tudjuk adni, illetve az eredményeket, amit természetesen a tanulóink, illetve az ő szüleik elégedettséggel, az elvárásokkal, ha megfeleltetünkhez egyezik, akkor jó irányt vett a mi munkánk. Ez egy lényeges dolog, amit el kell még mondani, hogy én ígértem tavaly pár olyan változást, hogy szakmai előmenetelt is. Két dolgot szeretnék kiemelni. Itt az intézményünkben a német az, amelyik az alapnyelv. Ez hosszú távon komoly eredmények vannak. 8. osztályban volt olyan tanulónk, a pedagógus munkáját dicséri, aki nyelvvizsgát tett évvégén, úgy, hogy itt tanulta a németet ezek között a keretek között. Nagyon jó versenyeredményeket is föl lehet vonultatni mellettük. Na most ez az alapnyelv viszont teljes mértékben joggal megjelenik, hogy vannak olyan családok, vannak olyan tanulók, akik szeretnék a második idegen nyelvvel is már az ismerkedést itt megkezdeni. Ezt alsóban éppen tegnap volt az elsősök szülő értekezlete, jövő héten lesz a többi a másodiktól egészen a 8. hogy szintén lehetőségként kínáljuk. Itt kolléganő egy komoly szakmai tervet rakott le, aki ennek a feladatnak a képzett szakembere, hogy lehet ezt megtenni. Tehát itt a nyelvtanulás, illetve tehetséggondozás, hogy igenis tudjuk azok az eredményeket nyújtani. Megalakultak tehetségműhelyek az iskolán belül, tehát volt egy belső képzésünk ezzel kapcsolatban itt most a nyári szünetet lezárólag itt az augusztus végi időszakban. Mindenki tudja ebbe a feladatát. Hála Isten, szépen tudtuk illeszteni a pedagógusi felkészültséget, érdeklődést, adottságot ezekkel az intézményi érdekekkel, és reményeim szerint az alaptevékenység mellett, mert nem szabad elfelejteni, hogy az a legfontosabb, hogy megkapják azt a felkészültséget iskola fokonként a tanulóink, kiegészítve ezekkel az egyéni lehetőségekkel, nem kihagyva a művészeti nevelésünknek az erősségét, a sportra tett erőfeszítéseket, a sokszínűséget. Szerintem így egy versenyképest tudást tudnak a gyermekeink kapni, tanulóink kapni, és továbbra is az egy kiemelt, hogy viszont jól is érezzék magukat. Ezért a közösségi feladatainkat is úgy terveztük most az évelei értekezleten, hogy erre is, tehát legyen ebbe gondtalan szórakozás is, legyen benne komoly iskolai munka, legyen benne színes iskolai élet, és mindenhez, ami más településeken jobban prosperáló látszatra intézményeknél, tehát ez a versenyképesség, ez egy valóság legyen, nem csak egy üres szólam. Ugye a város nagyon sok értéket rejt, ezt meg is mutatja tét. Gondolok itt, hogy említett a mazsoretteket, a fúvósokat, de a sportot is említhetnénk, hiszen a focisták, a picik nagyon jól szerepelnek a különböző bajnokságokban, tehát sok minden van itt, tényleg nagyon sokszínű, és látszik, hogy azért a változások kézzelfoghatók ebben a városban, tekintettel arra, hogy a lépték adott, tehát ez egy 4000 lakosú város, ugye merítési lehetőség is adott ilyenkor, de gondolom ezt az igazgató ilyenkor azért átlátja, megnézi, hogy mik azok a keretek, amik között lehet mozogni, vagy egyáltalán szélesíteni lehet ezeket a kereteket. Most ha említjük, hogy mik a hagyományok. A zenét ki kell emelni. Hát most az elmúlt, most ebbe az évbe 40 éves volt a Téti Fúvó zenekar. Örömmel most is évnyitón ennyit egy személyes élményemet. Hát én nekem az továbbra is olyan felemelő, nem csak évnyitón, de most évnyitó volt az utolsó, amit tapasztaltam, hogy a kis zenekar, a mi tanulóink, kiegészülve természetesen egy-két olyan idősebb zenekari taggal,
itt egy ilyen iskolai ünnepén élőbe játsszák el a himnuszt, a szózatot, úgy zenélnek. Tehát ez továbbra is én nekem egy hátból zongató, a jó élményem. Ugyanígy említettük a mazsoretteket. Említi a sportot. Én még sportoló koromban, fiatalabb koromban sokat futballoztam a téti csapat ellen, és mindig nagy élmény volt, és nagy kihívás tétre jönni. És tudom örömmel, ismerve az edző kollégákat, akik az egészen piciktől itt foglalkoznak velük, hogy nagyon jó kezekben vannak, természetesen ehhez mi is szeretnénk hozzájárulni ebbe az iskolai korosztályba, de nem csak a focira gondolok, hanem hála Isten itt elindult, hogy a legkisebbek a játékos sportverseny, ami egy univerzális mozgás anyagot ad hétről hétre a gyerekeinknek, mondjuk megyei negyedikek lettek ezen a megmérettetésen, de nem az volt, hanem amikor néztem a felkészülést, és még júniusban is jöttek, amikor már hónapok óta letelt a verseny, hogy ezek a kis apró kis gyerekek, ezek olyan szeretettel, olyan örömmel sportolnak, de hogy széles legyen ez a paletta, és említő, hogy most a merítési lehetőség, azért a legfontosabb az is, hogy minden tanulónak találjunk olyan mozgásnemet. Ezért volt leányfoci, vagy a tavalyi évben bevezettük a kosárlabdát. Ez egy különleges dolog. Sokszor említem lelkészasszonynak, hogy az evangélikus lelkészasszony az, aki a kosárlabda sportban, mint edzőként egy felkészült szakember, és ő tartja hetente a kosárlabda foglalkozást, és olyan tanulókat sikerült ennek megnyerni, akik eddig nem sportoltak, és örömmel jönnek, közösségben vannak, tehát a sport területén ez is egy lényeges. És azért azt hadd mondjam, hogy az együttműködés a várossal, a város, a településnek a, nem csak a vezetőségével, önkormányzatra, hanem civil szervezetével két alkalmat, amit szeretnénk az idén is folytatni, volt a karácsonyi adventi készülődés. Az időseknek a kis közössége. Olyan örömmel jöttek, csináltuk itt a mézes kalácsot, festették húsvétkor, szintén hasonlóan volt egy ilyen kis közös szülőkkel együtt. Annyira mondták, hogy olyan jó volt bejönni. És ahogyan itt a különböző kis helyszíneken én is mindenhol megfordultam, akkor azt mondtam, hogy hála Isten, talán nem rossz az, amit így az iskolával és így a településsel közösen nem az, hogy elkezdtünk, hanem így napról napra az évi ünnepekhez, a jeles napokhoz kapcsolódva folytatunk. Az magától értetődik, hogy az ünnepélyek lebonyolításában az iskolás diákok ott vannak, legyen az az idősek napja, vagy éppen a hagyományos nemzeti ünnepeink, de mindig jön valami olyan is, ami egy új, ami szintén ezt a kohéziót, ezt a kapcsolatot, ezt a folyamatosságot erősíti. Az iskolának kell-e kapcsolatrendszert kiépíteni hasonló nagyságú vagy lehetőséggel rendelkező intézményekkel, vagy manapság erre nincs szükség? Hát olyan a szakmai kérdést tett föl, ami a mai oktatás szervezésben, szakmai elgondolásban nagyon-nagyon életszerű. Tehát amikor arról beszélünk, hogy horizontális tanulás nem csak a pedagógusok között, hanem az intézmények között, ha most egy kicsit átlépem a mi intézményi szintünket, és egy kicsit föllépek a szakmapolitikába, akkor igenis elhangzott most az év elején is, és a következő időszak erről szól, hogy lesznek olyan módszertani központok, amik igenis bizonyos szakmai tevékenységeket úgymond jobban, nem mondom, hogy tudnak, de nagyobb a gyakorlatuk, nagyobb az elkötelezettségük, és így az iskolák szempontjából tudnak valami példát, mintát adni. Ezen a helyen se kullogunk, mert azért azt el kell mondani, hogy az elmúlt években és a tavalyi volt pont egy nyári időszak, amikor ide kerültem, hogy ezért az intézményünk az egy kiemelt tehetségpont, amikor tehetséggondozásról beszélek, akkor van ennek egy ilyen mért dolga, referencia központ, tehát itt van a gyógypedagógia, illetve az integrált nevelés területén olyan jó gyakorlat, ami az intézmény a többi iskola számára is fel tudja ajánlani. De ez nem csak az adó oldal, most az intézmény oldal, erre kértem a kollégákat is. És itt van egy helyi olyan sajátosságunk, hogy a székhelyi intézmény mellett a három tagintézmény, azért ez egy elég komoly intézmény tud így összerakni, hogyha már itt elkezdjük ezt az együtt gondolkodást, együttműködést, de mondhatom a járási szinten akár a gyömörei, akár a gyarmati iskolát, hogy nagyon jó a kapcsolat. És hát, ha kijebb tekintünk, éppen most jött, hogy már a továbbtanulás még el se kezdtük, de már indul a nyolcadikasoknak. Pont a Révai iskolából, Miklós gimnáziumból kaptunk egy levelet,
hogy az Arany János tehetséggondozó programba már szeretnének kijönni, de mondhatom a Hildet, a többi iskolát, amivel szintén van egy olyan élő kapcsolat, hogy ezt a lépésváltást, ami szükséges itt a 8-as gyerekeink számára, akkor meg tudjuk adni. Tehát látja, említettem, hogy horizontálisan van egy ilyen, amiben mi is tevékeny szereplők vagyunk, de hála Isten vertikálisan megvan, és még itt a vertikális tagozódáshoz bátran mondom és örömmel mondom, hogy a Nyugat-Magyarország Egyetemnek a gyógypedagógusok képzésénél, vagy a tanítók képzésénél hát egy állandó gyakorlati hely az intézményünk. Most is van éppen az év elején olyan kis tanuló, aki gyakorlatát itt tölti. Gondolom, önök is figyelemmel kísérik a világ változásait, itt elsősorban arra gondolok, hogy akik kimennek, tehát a nyolcadikosokkal, amikor leülnek beszélgetni, hogy ki mit tehet, mit, hova menjen el, mit csináljon, ugye azért az fontos, hogy lássa az igazgató, a pedagógus, az osztályfőnök, hogy milyen lehetőségek vannak, merre mozdult el ez a világ, milyen képzésekre van szükség ahhoz, hogy helyt tudjon állni egy gyermek a következő szinten a középiskolában. Ez a folyamat most felgyorsult, tehát a világ az folyamatosan változik, de úgy tűnik egy kicsit gyorsabban. Hát ez egy érdekes kérdés, amit említ, hogy ebben a helyzetben mit tudunk tenni. Én ebben azért egy kicsit összetettebben gondolkodok. Ami a kérdésnek az első része, hogy igen, érzékeljük, most már oda jutottunk Magyarországon is, hogy munkaerőhiány van. Tehát meghallgatjuk Major Ernőt, itt a kormányhivatal illetékes szakemberét, meghallgatjuk a győri közel lévő cégeknek a képviselőit, hogy nem tudnak fölvenni, lassan már fejlődés gátja ez. De hogy ne menjünk Győr irányába, és említette, itt vagyunk Téten, itt van a Sokoró. Igen. Volt szerencsénk az elmúlt évben, és én kísértem ki a csoportot az osztályfőnökkel egyetembe, hogy kivittük a nyolcadikasokat, nagyon-nagyon barátságosan, tényleg maximális hálám így a képernyőn keresztül és az illető szakembereknek, hogy végigvittek bennünket, megmutattak mindent, és ott is, ahogyan beszélgettünk, a gyerekek természetesen a saját nyelvezetükön, a saját kis gondolatvilágukkal, ők még azért bizonyos dolgokat egy kicsit könnyedebben fognak föl, még az összefüggéseket nem olyan mélységbe érzékelik, de azért már láttam ezeken a 14 éves kis fiatalokon, hogy azért már a gondolati világuk ott van, tetszik, nem tetszik, erre megyek, arra megyek. Tehát egy komoly pályaorientációs szükséglet, nem csak intézményi oldalról, hanem ha te kisebb környezetemet nézem, itt a település oldaláról is megvan, hogy majd később hogyan lehet a gyerekeket idehozni. De itt nem álltunk meg a tavalyi évben is, és ezt folytatni szeretnénk, hogy megyei szinten, amikor vannak ezek a pályaválasztási kiállítások, vásárok, ahol megismerkednek középiskolákkal, középiskolák mellett, azért mindig ott már lehet látni, hogy ez a középiskola hova vezeti ki az életbe a tanulókat, eljutottak Budapestre is az országos pályaválasztási vására, köszönhetően itt a szintén a kormányhivatal munkahelyi központjának. Tehát minden olyan dolgot megteszünk, és ami miatt egy kicsit azért én nem csak ebbe a szükebb gondolati körbe, én nagyon-nagyon támogatom azokat a tanulókat, akik szorgalmuknál, tehetségüknél fogva lehet, hogy egy felsőoktatási intézmény elvégzése után, mondjuk akár mérnökként, tanárként, vagy bármilyen más munkakörben, de több tanulással fognak úgy pályát választani. Tehát ez is egy fő kihívás, visszacsatolva oda, amit előbb kérdezett, hogy igen, ezeket a tanulókat vértezzük fel. És természetesen jók ezek az alkalmak, amikor szülővel beszélünk, akár egy fogadóra, hogy bízzanak a szülők. És igen, én nem tudom sajnos átvenni, és nem is akarok erőszakoskodni semmibe, de azt örömmel látom, és itt azért a pedagógusi véna, hogy a tehetséges gyerekek azok bizonyos szinten ne álljanak meg, hanem bátran gondolkodjanak tovább tanulásba. Említettem a tegnapi beszédbe, hogy igen, az élet hosszig tanulás. Tehát ez a pálya, hogy mit vár ez a felgyorsult világ, hát ezt is elvárja, hogy legyen egy olyan rugalmas hozzáállás, egy felkészült, és olyan, és azt mondják, hogy ez az életen át történő tanulás óvodába kezdődik, hát mi egy tevékeny 8 évet szeretnénk a gyerekeinknek ezt hozzátenni, hogy ténylegesen ez a rugalmasság megmaradjon, és tudjanak, ha kell váltani, ha tudjanak, akkor más irányba elmozdulni. Tehát ha jól értem, azért önök részt akarnak venni ebben a folyamatban, hogy a gyermeknek, ha nem is megmondani, hogy hova menjen, de valamilyen szinten azért úgy orientálni őt, hogy jó irányba tudjon elindulni, és mondjuk egy 5-10 év múlva, amikor önnel találkozik az utcán, akkor azt mondja, igazgató úr, hát köszönöm a tanácsait, és akkor úgy tűnik, hogy az életem összejött, mert jó irányba tudtam elindulni, jó szakmát tudtam választani,
jó munkahelyre tudtam kerülni, és megállom a helyemet az életbe. Hát sajnos az életkoromból kifolyólag, sajnos mindig. Én elfogadtam éppen, hogy merre tart az életem órája, hogy már az elmúlt negyed század, ami mögöttem van, már adta ezt az élményt, amit most ön tetszett mondani. Találkozok már volt tanítványokkal, és nem egyszer, és pedagógusként ennél nincsen a szakmához köthető öröm, amikor azt látom, hogy na hát egy tényleg olyan életpályát választott, olyan életpályát fut, amiben talán egy kicsit benn volt az iskola, egy kicsit benn volt a pedagógus, benn volt az, hogyha vezetőként, vagy akár kémia, biológia, vagy éppen egy foci szakkör tartóként én is hozzátehettem. Ezt szeretném majd 10 év múlva a téti fiatalokkal is átélni, ezt az élményt. Ez egy megkerülhetetlen dolog, és most azt tapasztalom, hogy a szülők is nagyban kérik ezt a támogatást. Mindig nyitott az ajtó, nem csak nekem, kollégáknak is, és hála Isten, nagyon-nagyon komoly partnerek a kollégák is ebben a támogató folyamatban, de éppen megint csak egy pár tegnapi telefonra gondolok, hogy a szakszolgálat, pályorientációs szakembere, önismereti felkészítést tudják. Tehát ez a pályaválasztás, ami majd most elindul a legnagyobbaknak, 14 éveseknek, hát nem tudjuk, hogy mikor fejeződik, egyáltalán befejeződik-e, de hogy jó irányba menjen, rengeteg összetevője van. Tudjam, ki vagyok, mi vagyok, merre mehetek, hol vagyok alkalmas, illetve melyik irányba érdemes menni. Tehát én ilyenben 2 fiúgyereket nevelek, de bízom benne, hogy itthon fogják megtalálni a boldogulásukat, és én abba biztatom a fiatalokat, akár a felsőoktatás tanulás tekintetében, akár az itteni későbbi felnőtt életükbe, hogy itt találják meg, természetesen nekünk ebbe a felelősségünk megkérdőjelezhetetlen, nem is bújunk ki alól egy pillanatig se, de úgy mondanám egy együttműködő. Tehát a döntést egy pillanatig nem szabad átvennünk a tanuló-szülő egységében, és azért, mert 11 éves korban még ne a tanuló döntsön, kell hozzá a szülő, mindent, ami kérdésként felmerül, ami egy jó döntéshez szükséges, ami pedagógus intézményen alul megadható, természetesen ezeket kutya kötelességünk felkészülten biztosítani a tanulóinknak. Köszönöm, igazgató. Én is köszönöm.